Az évvégi szezonális ellenőrzését a NÉBIH december 1-én kezdte, pontosan azért, hogy az ünnepekre szánt élelmiszereket már teljes biztonsággal vásárolhassuk meg. Az idei ellenőrzésről részeredményeket még nem lehet tudni, de az elmúlt 2 évről elmondható, hogy folyamatosan javul a minőség hazánkban. Ezek a szezonális ellenőrzések 12 éve zajlanak, és minden évben ugye december 1-től december 31-ig tartanak. Ilyenkor a NÉBIH központi hivatala, a megyei kormányhivatalok munkatársaival közösen tart ellenőrzést. A tavalyi évben 2600 létesítményt ellenőriztek a munkatársaink, ebből 400 volt élelmiszer előállítóhely, 1500 volt élelmiszer forgalmazóhely, magyarul boltok, és 700 volt vendéglátóhely. Itt elmondhatom önöknek, hogy 83 figyelmeztetés és 100 bírság érkezett. A bírság mértéke az 9,8 millió forint, tehát majdnem 10 millió forint volt a bírság. El lehet mondani azt, hogy higiéniás hibák voltak elsősorban, illetve fogyaszthatósági minőség megőrzési idő lejárta, fogyaszthatósági idő lejárta, ezek voltak úgy általában a hiányosságok. Ami jó hír az az, hogy a világosan kijelenthető a 18 és 19-es évösszehasonlítása, vagy a minőség az javult, tehát az összetétele a termékeknek minőség az javult, ezt nyugodtan el lehet mondani. Talán a nyomon követhetőség az romlott, jelölési hibák voltak még, így lehet összefoglalni a 18-19-es évet. Összesen 13.850 élelmiszertételt vizsgáltak 2019-ben a szakemberek. Ebből a mennyiségből 491 tétellel volt valamilyen probléma, 11 tétel pedig fogyasztásra alkalmatlan volt. Ez azt jelenti, hogy összesen 2,8 tonna élelmiszert kellett megsemmisíteni. Karácsony előtt kiemelt figyelmet kap többek között a halak ellenőrzése is. Egyrészt komoly ellenőrzés az alkoholok, pezsgők, pálinkák, borok tekintetében. A tavalyi évben egyébként a kitelepült bort, alkoholt, főleg ugye forralt bort, árusító helyeket is ellenőriztük. Szerencsére a 212 ilyen helyszínből nem egy helyen sem volt gond, de vissza a kérdésre. Húsok, hústermékek, friss húsok, füstölt húsok, zöldségek, gyümölcsök, halak és természetesen virsli ellenőrzése az, ami ilyenkor elengedhetetlen. Illetőleg, hogy mondjam, hogy az édességek tekintetében is komoly ellenőrzés van, itt főleg a szaloncukrokra, melyikre gondolok, illetőleg mák, biomandula és kókusz veszelékvonalon is komoly ellenőrzéseink vannak. Ugye az állami halőri szolgálat 78 halboltot és vendéglátóhelyet ellenőrzött 19-ben, ez 643 tétel volt, ahol 8 helyen volt probléma. Itt a tételeket meg kellett semmisíteni, a halból befolyó viselkedésre az 1 millió forint. Kirívó esetekkel nem találkoztak az utóbbi években. Általánosságban elmondható, hogy a minőségi idő lejárta, jelölési problémák és higiénés gondok a leggyakrabban feltárt hiányosságok.